de miután ad a szövegnek de célja inkább az, hogy ezerféleképpen értelmezkesd, és sokszor maga zenész jót mulat azon, igen, hogy mennyi mindent próbálnak bele. Magyarán innentől kezdve nem tudjuk, mi történt természetesen. Igen. Na, az egyik berangozó témánk ugye a Wallis részvény kibocsátása. Ugye ennek a részleteiről fogunk beszélgetni Ormosi Gáborról, az Auto Wallis Zrt. Vezérigazgatójával. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kicsit lépünk vissza két lépéssel. Mi volt a terv a részvény kibocsátással, aztán majd a sikerekről, eredményekről, meg arról, hogy hova vándorol a pénz, mi lesz belőle, azt is megbeszéljük. Hogy mi volt a terv? Hát ugye annak idején egy évvel ezelőtt kezdtük el ezt a tranzakciót részleteiben előkészíteni, de ugye már a 2019-ben nyilvánosságra hozott stratégiai tervünkben is felépítettük azt a menetrendet, aminek ez az egyik állomása, mondjuk nem kicsi, hanem mondjuk a legnagyobb, legfényesebb állomása lehet, ugye egy nyilvános lakossági kibocsátás, hiszen már akkor is tudtuk, hogy ez 2017 óta nem volt olyan nagyságrendű kibocsátás, amire mi gondoltunk, illetve gyakorlatilag 10 éve nem volt olyan méretű lakossági sikeres kibocsátás, ami a tőzsdén mintát adhatott volna nekünk, közben ráadásul egyébként új EU-s rendelet alapján meghatározott kibocsátási szabályok jöttek a magyar tőzsdére is, úgyhogy elég sok minden szempontból volt szüksége arra, hogy tehát egy éve elkezdtük ezt a tranzakciót. Bocsánat, a kis befektetőkre lövés, az miért volt pontos? Csak azért kérdezem ezt, mert azért elég sok cég úgy van ezzel, hogy hát az jó a hangulat, jó a cég, az intézményeknek el tudjuk adni. Itt is volt intézményi részt, tegyük hozzá, hát aki esetleg nem követte az eseményeket. Igen, a nagyobbik része most is az, de hogy van, aki egyáltalán nem foglalkozik a kis befektetőkkel, mert hogy hát a remegőkező kis befektető csak ott majrézik, meg aggodalmaskodik az intézmények, pont elég nekünk, velük neki könnyebb elmagyarázni a számokat. Jövőkében. Miért volt fontos, hogy a kisbefektetők is benne legyenek ebben a kibocsátásban? Ugye, hogy meséljük meg rögtön senkit, minden két csoportot nagyon fontosnak tartom, és mindenkinek megvan a saját maga szerepe, ahogy a mi kibocsátásunknál is az intézményi láb ugye nagyobb összeget tud megmozdítani, hiszen óriási pénzeket kezelnek. Nyilván szakmai befektetőként, már úgy, hogy pénzügyi szakmai befektetőként hosszabb távra tudnak tervezni, stabilabb befektetőként tudnak viselkedni, bár ez egyébként ugye tőzsdé figyelve nem mindig igaz, de jellemzően kevesebb likviditást hoznak a piacra, hiszen beleülnek 2-3 évre egy-egy. Vagy még több, igen. Vagy akár hosszabb időbe. A lakosság ehhez képest maga a mozgás, az élet, a likviditás, és én azt gondolom, hogy az egész tőzsdének az egyik legnagyobb nehézsége most már hosszú évek óta, hogy kicsi a likviditás nemzetközi viszonylatban. Ezzel ugye a nemzetközi befektetőknek a figyelmét is nehezen tudja felkelteni, és ez minden részvényre igaz, mondjuk a két nagy blue chipen kívül. Úgyhogy a feladat az volt, és hát remélem, hogy ezzel mintát adtunk másoknak is, hogy igenis a lakosságot nagyon is figyelembe kell venni, ki kell szolgálni, meg kell tudni találni, és nekünk is az volt gyakorlatilag a fő célja ennek a kibocsátásnak, hogy minél több lakossági jegyzőt tudjunk megmozgatni és kiegészíteni az egyébként már amúgy sem, mondjuk hazai viszonyok között amúgy sem kevés részvényes, hiszen már az év elején is 2300 körüli részvényessel fordultunk. Hát be is jött 2,8 milliárdnyi lakossági igény, ami nagyon-nagyon sok. Nem is emlékszem, mikor volt hasonló. Sőt, hát a teljest is mondjuk el, mert az meg még vadítóbb, ugye? Mert 6-8 milliárd volt a terv, és összesen 17 milliárdnyi jegyzési igényt adtak le ugye a lakosság és az intézmény, tehát mint kétszeresen lett úgymond úgy jegyezve a részvényjegyzés, akkor ebből fogadott el a társaság ugye 10 milliárdnyi ajánlatot. Igen, ugye úgy volt felépítve a tájékoztatóban is leírt allokációs rend, hogy preferáljuk a lakossági értékesítést. Itt 1-1,5 milliárdra számítottunk egyébként az eredeti elképzeléseink, de még a gyakorlatilag nyári időben történt ilyen piacfelmérés, előzetes piacfelmérés alapján, de ezt gyakorlatilag megnövelhetővé tettük, és át is soroltunk, aztán a végleges allokációs döntés során még 500 millió forint ott az intézményiből a lakosságiba, így az 2 milliárdra emelkedett a felső szintje, illetve elfogadtuk a forgalmazóval közösen, úgy döntöttünk, hogy érdemes megemelni magának a jegyzésnek is a mennyiségét, hiszen eredetileg 8 milliárd forintos maximumra lőttünk, ugye a 6-8 milliárd
2020-ra számítva, és ezt így 25%-kal még fel is emeltük, összesen 10 milliárdra, amiből így visszaszámolva, hogy a 2,5 milliárd forintot tudtunk a lakossági értékesítésben alokálni. Az ár ilyenkor hogy alakul ki? Ugye azt mondta, gondolhatná az ember, hogy több mint kétszeres túljegyzés, micsoda érdeklődés, az ársáv 107-122 forint között volt. Mégis az ársáv felső széle alatt, bár a felső harmadban alakult ki a 117 forint. Ez ilyenkor az az ár, ahol teljesíthető az a mennyiség, amire szüksége van a cégnek? Nem, az magasabb ár mellett is teljesíthető lett volna, és fontosnak is tartom megérni, hogy tényleg az eredeti elveink volt a fő motiváció, tehát hogy minél több részvényes tudjunk bevonni a kibocsátásba, tehát ténylegesen alokálni számukra a részvényeket, így majd több mint 1200 lakossági befektetőnek jutott, de az intézményben is ennél az ársádnál tudtunk a legszélesebb kört elérni, több mint 8 vagy 8 új alap jegyzett a részvényekből. Ehhez nem a legmagasabb árnál húztuk meg a határt, hanem egyébként még így is magasabb régióban lévő 117 forintnál. Világos. Na, akkor nézzük, hogy mi lesz ezzel a szép nagy kerek összeggel. Ugye itt mielőtt az részvényjegyzés elindult, mi is elég sokat beszélgettünk, nagyon sok mindenről. Akvizíciók, egymás hegyén hátán, területvásárlás, ugye Dél-Budán a 11-ben ott épül egy nagy kereskedelmi komplexum. Úgyhogy ott nagy volt a mozgás, gyaníthatóan ez a 10 milliárd is valami hasonlóra megy el. Természetesen ez az egyik lába gyakorlatilag annak a forrásnak, ami ezt a 16-38 milliárd forint közé tervezett költési szintet, ugye hát milyen akvizíció valósul meg, vagy milyen árak mentén tudunk előre haladni, ez nyilván befolyásolja, hogy mennyit tudunk a részvényérték növelése mellett elkölteni a céljaink, stratégiai növekedésünk támogatására. Tehát ezt a 16-38 milliárd forintot ezt ebben a három csoportban fogjuk felhasználni. Ennek a részvénykibocsátás egy nagyon-nagyon-nagyon fontos lába, de egyébként ennek nyilván ezek a szempontok, amiket az előbb mondtam, hogy a maga a részvénypiaci jelenlétünket erősítsük, támogassuk, volt az egyik fő célpontja, hiszen a forrásaink máshonnan is vannak, nem csak részvénykibocsátásból, hanem kötvénykibocsátásból. Ugye az elmúlt, hát most valósan két év során közel 10 milliárd forint értékben bocsátottunk ki általános felhasználású kötvényt, és hát van a saját cash flow termelésünk is, hiszen még a Covid évében is cash flow termelő cégcsoportról beszélünk, úgyhogy amellett egyébként meg hát nyilván, hogy a projekt alapú és egyéb készletfinanszírozási hitelkereteink is támogatják a növekedési politikánkat. Nyilván ilyenkor, nem ilyenkor egyáltalán készülnek ilyen finanszírozási meg tőke struktúra tervek. Van a csőben következő olyan, amiről lehet tudni, akár kötvénykibocsátás, akár egy részvény rábocsátás, újabb jegyzés, bármi, amiről lehet tudni? Hát most nagyon örülünk, hogy ezt ilyen sikeresen, különösen ilyen sikeresen le tudtuk zárni. Nyilván nem akarunk havonta a részvényesekkel járni. Ha a terveink szerint haladunk, ugye 2019-es stratégiai tervünkben is a mostanihoz hasonló évi egy-két tranzakciót feltételeztünk, ha ebben az ütemben haladunk, akkor szerintem 2-3 évig nem biztos, hogy érdemes a tőkeszerkezetet újra megbolygatni, hogyha viszont a valóságnak megfelelő évi 5-6 tranzakcióval fogunk tovább is haladni, akkor lehet, hogy már jövőre könnyen lehet. Tovább lépjünk ebben az irányban is. Nagyszerű, hát mi ezt kívánjuk, minél nagyobb tempót, minél nagyobb sikereket. Köszönjük, hogy beszélgettünk. Köszönjük. Jó munkát, szép napot, viszont hallásra. Ormosi Gáborral, az Autovalice Nyerti vezérigazgatójával beszélgettünk a sikeres részvényjegyzésről. Please, could you travel a little faster?